Az államalapítás ünnepe alkalmából elismerésben részesültek a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó szervek, kimagasló színvonalú szakmai tevékenységet nyújtó, illetve példaértékű vezetői munkát végző, valamint a minisztériummal együttműködő közigazgatási szervek és társadalmi szervezetek munkatársai. A központi ünnepségen Kontrát Károly miniszterhelyettes ünnepi beszédében köszönetét fejezte a rendvédelmi szervek személyi állományának, akiknek közreműködése biztosítja Magyarország biztonságát. Kiemelte, hogy az államalapító Szent István királyt, a magyar állam ezeréves folytonosságát és az egységes nemzeti összetartozást ünnepeljük. Tevékenységének köszönhetően hazánk Európa egyik legrégebbi önálló államisággal rendelkező országa. Szent István Magyarországot politikailag, gazdaságilag és kulturálisan is a keresztény Európához kapcsolta. Az államtitkár hozzáfűzte, számunkra a nemzetünk nem a múltunk, hanem a jövőnk szerves része. A magyarok újra és újra bebizonyítják, hogy méltók Szent István örökségére. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a belügyminiszter előterjesztésére. Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából a Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta a katasztrófa védelem állományában végzett közel 3 évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül Betlen Zsolt Róbert tűzoltó alezredesnek, a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Bajai katasztrófavédelmi kirendeltség, Kalocsai hivatásos tűzoltóparancsnokság tűzoltó parancsnokának. A belügyminiszter állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából bátorságért érdemjelben és utalomban részesítette Kovács Tibor tűzoltó őrmestert és Krausz Zoltán tűzoltó főtörzs őrmestert, a kalocsai hivatásos tűzoltó parancsnokság beosztott tűzoltóit, akik szabadnapjukat töltve egy tűzesetnél megkezdték az értékek kimentését és 2 darab PB gázpalack hűtését, megakadályozva ezzel azok felrobbanását. A kitüntetetteknek ezúton is elismerésünket fejezzük ki és gratulálunk.